1500 év alatt írták meg. Úgy adta az Isten lelke, hogy minden egyes bibliai ige és benne minden egyes történet egy tégla, amik fölépítik a mi hitünknek az épületét. De ezeket a téglákat a magyarázat habarcsa tartja egyben. Mert ezek a téglák nem önmagukban élnek és állnak meg, hanem össze vannak kötve. Ezért mondja a maga a Szentírás önmagáról, a teljes írás Istentől ihletett, a teljes. Minden egyes téglának helye a szerepe van. A 66 bibliai könyvből nem mazsolázhatsz. Nem mondhatod azt, hogy neked ez szimpatikus, az nem tartozik rád, mert minden egyes szentírási darab szükséges az egész épülethez. És még egyszer mondom, ezeknek a különálló daraboknak az összekötése a Biblia magyarázata, hogy meglássuk, hogy miért van szükség például a Jézus történethez ismerni az Ószövetségből, Ézsaiás profétát, hogy éppen szükséges ismernünk a Zsoltárokat. Hiszen azt mondja Jézus, hogy én rólam beszélnek a proféták, én rólam beszél a törvény, és én rólam beszél a Zsoltár. Itt van egy történet, pontosan erről szól. Ezt helyezi a szívedre. Az egész apostolok cselekedete történetét, az egész könyvet nem is tudod másképp megérteni, csak ha valaki meg nem magyarázza, hogy mindezek miért történtek. Itt van egy példa. Márk evangélium a 16. Azt mondja Jézus, menjetek el szerte az egész világban. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aztán ezt megerősíti Jézus, mielőtt fölmegy a mennybe, az apostolok cselekedetei legelején, az első fejezet 8. versében, ugyanis ott pedig egyenesen azt mondja, idézem, erőt kaptok, eljön hozzátok a Szentlélek, tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, majd Samáriában, és ez föld egész határáig. Ugye erről szól ez a kép, és hogy ott van egy koncentrikus kör, és körülötte egy folytatólagosan, ahogyan bővül a sugár a végén, egy elliptikus alakban, de a föld végső határáig el kell jutni az evangéliumnak. És ha valaki veszi a fáradtságot, és egyben látja például az apostolok cselekedeteit, az első 11 fejezetben tulajdonképpen ennek a Jézusi igének a gyakorlati megvalósulása történik meg. Az első 7 fejezetben Jeruzsálemben vagyunk és Júdeában. Aztán a 8. fejezetben, mivel a 7. végén történt valami, István diakónust megölik, ezért mindenki menekül. És ebből a kényszerű menekülésből lesz az az áldás, hogy eljut Samáriába, északabbra van Jeruzsálemhez képest. Eljut Samáriába is az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló hír. És aztán most már ott vagyunk, hogy hol találkozik az evangéliummal egy szerecseny, vagy másképpen fekete afrikai ember. A gázai úton, azaz a Palesztina területen egy névtelen szakaszon. Egyiptomi, vagy másképpen núbiai határvidékről származik ez az ember. És találkozik az igével. Találkozik a Krisztus evangéliummal. Tehát miért kell neki, miért találkozik egy fekete afrikai főember az Isten evangéliumával? Ha ezt önmagában olvasod, nem érted. Mi az, hogy van itt egy ilyen sztori, hogy egy fekete afrikai ember, egy núbiai találkozik a Bibliával. Hát hogy jön ez ide? Miért fontos ez? Azért, és itt jön a magyarázat, mert most már érted, most már érti mindenki, mert az előző szakaszokban ez pontosan így meg volt ígérve, meg volt jövendőlve, hogy így fog történni. Így fog terjedni az evangélium.